ismét tiszta vattal indulunk, szervusztok kedves gőzdér barátaim, itt a Gőzdérparaszt újabb kiadása, ami megint nagyot fog robbanni, hiszen a TNT-nek az extra aromáit hoztam el nektek, amelyek hát, hogy is mondjam, hogy extra meglepetésekkel szolgáltak. Tavaly augusztusban már egyszer nagyot robbant a TNT, itt a Gőzdérparaszt csatornán is, és meg is kell, hogy mondjam, hogyha számot kell vetni a 2020-as esztendővel, akkor a legnagyobb meglepetés számomra ez az aroma család hozta. Ugyanis ezek az aromák, amelyek hát árérték arányban viszonylag jók, megfizethetőek, viszont így egy dohányos MTL vépernek, mint amilyen én vagyok, óriási élményekkel szolgálnak, mert nagyon finom az ízük, nem túl intenzívek, nem is túl lágyak, nem kokszolnak, és abszolút mértékben hozzák ezt a egész napos vépelésnek a tökéletes varázsát, amit egy dohányos aromától leginkább is el szeretnél várni, azt a TNT hozza meg a legjobban. Vannak természetesen minőségi aromák, mint például a Black Note, vagy a La Tabacchieria, vagy nagyon sok minden más, ami tényleg a Ghostbus Club-tól kezdve leigfrik sok mindent említhetnék, amelyek másban jók, másban erősek. A TNT abban erős, hogy a hétköznapokat aranyozza be, hogy váljék számodra egy ilyen igazán tökéletes, megbízható, és nem mellesleg, de rettenetesen finom aromává. Szóval amiket kóstoltam korábban, az az Orfeo volt és a Hidalguígy kamera előtt, most elhoztam nektek az időközben vásárolt Spitfire aromát is, ez egy Latakia történet. Ezt majd a végén próbálom ki, ez nem az extra családba tartozik, de azért elég extra, ennek is az íze elhihetitek. Az extrák közül elsőként az Y4-et fogom beleszivattyúzni a tökéletesen kitisztított és újra vattázott kis kazánkámba, dripperbe. Szerintem ennyi elég is lesz, hogy itt tök jól beszívja magát majd. És akkor egy kicsit azért várunk, hogy eloszoljon a vattán, és aztán pöfékelünk. Az Y4 az nekem a kezdő véper koromat idézi. Akkoriban volt a kínálatban szinte mindenütt Y4, sőt emlékszem, hogy volt is egy ilyen korszak, amikor mindenki az Y4-ért rajongott, én nem. Konkrétan azt a pici kis karamellizált ízt, amit ezek az Y4-nek nevezett különböző gyártóktól érkező e-liquidek megadtak nekünk, ezt nagyon sokan kajáltuk a vépelésben. Nekem olyan nagyon semleges, olyan kicsit édeskés történet volt, nem igazán szerettem, viszont ez a TNT. Ez meglep, ugyanis ebben is megvan az a kis édeskés, megvan az a kis karamellizált íz, viszont ilyen pörkölt magvas dolgokat is lehet érezni, és egy pici vaníliát is. Nem túlakodóan, de ott van a vanília is ebben az ízvilágban. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy a TNT extra, nem véletlenül extra, baromi jól sikerült. Tehát ez nagyon üt. Szóval, hogyha azt a régi Y4 ízvilágot keresed, akkor rossz fele tapogatózol a TNT extrával. Ez valami egészen más. Édesnek édes, lágynak lágy, de mondom, ez a vaníliás, pörkölt, mandulás dolog, ez nagyon, nagyon jelen van. Nagyon kellemes, szintén ilyen egész nap szívható, nincs benne semmi ilyen különlegesen hivalkodó, durva, kaparós íz. Tökéletes édes dohány. És akkor jön az Extra Virginia. Hát ez egy fantasztikusan izgalmas dolog lesz. Én a Virginiát régen szintén nem igazán szerettem, viszont az elmúlt időszakokban, különösen a Black Note-nak köszönhetően nagyon megszerettem ezt az ízt. Talán a régi Virginia kísérletek ilyen túl édes, túl lágy dolgok voltak. A Black Note az valami brutális Virginiát hozott elő. A lepárlásokból az nagyon ott van. Ez egy kicsit más.
és sokkal édeskésebb, sokkal lágyabb ízt kapsz, mint a Black Note-nak az odavágós, odacsapós, odaütős Virginiájától. Határozottan több benne az édes jegy, ami nekem speciál nem tetszik, de ha ti viszont ezt szeretitek, akkor mégis ajánlom nektek a TNT-t. De egyébként, amit meg én megszerettem a TNT-nek a Virginiájában, az a kicsit olyan, nem is tudom, ilyen sós jegy, ami megbújik ott így alatta, az édeskés alatt. Tehát amikor együtt teszel valami édes-sós dolgot, mondjuk a cukorborsót megsózod a borsó főzeléket például. Tehát azért a só meg a cukor az így együtt is tud izgalmas lenni. Ebben megvan ez a dolog. Valahogy a nyelvem oldalával érzem ezt a sósabb ízt, és egyébként viszont egy ilyen nagyon kellemes, nagyon lágyan édeskés íz jön a TNT-nek az Extra Virginiájából. És van egy remek utóíze is, egy nagyon összetett íz. Tehát mondom, a fő íze nekem nem annyira tetszik, de maga az összhang, az összkép az abszolút mértékben az bejön. És hát látjátok, alig van már ebből is, tehát így rendesen fogyatkozik, sőt már bekevertem egy újabb üveget is. Keverésről annyit, hogy 10-12%-ban érdemes kevergetni, tehát abszolút mértékben gazdaságos aromáról van szó. Nem kokszol, mert ugye ezek nem lepárolt aromák, hanem természetazonos aromák, és ezért hát abszolút mértékben kazán kímélő, meg felhasználó kímélő is egyben. Úgyhogy ez nagyon, nagyon, nagyon kellemes, nagyon ott van, nagyon finom. Tehát a lágysága és édessége ellenére azért tényleg egy elgondolkodtató aroma lett az Extra Virginia. Úgyhogy ezt mindenképpen próbáljátok ki, én azt mondom. Még akkor is, hogyha nem szeretitek az édes dohányokat, látjátok, én sem szeretem, és mégis milyen örömmel szívogatom ezt. Tehát jó, azért nekem az édes dohányhoz kell egy hangulat, én inkább ezeket a sós, tömény, durva cuccokat szeretem, de hát ez a mai világhoz, amit élünk egyébként, lehet, hogy nem árt, hogyha egy kicsit próbáljuk édesíteni magunknak a hangulatot, mert én nem tudom, hogy bírjátok ezt, ami most így körülöttünk van, ez az állandó karantén, az, hogy nem tudunk visszazökkenni a rendes kerékvágásba, hogy még mindig itt tombol körülöttünk ez a vírus, amire azt hittük, hogy egy évvel ezelőtt, hogy jó, fog okozni egy pár hónapos problémát, de aztán legyőzzük és vége lesz. Komolyan aggaszt és komolyan egy ilyen általában egy elég rossz kedvet idéz elő bennem, és ezt nem akarom tovább nyomatni felétek, sőt inkább az ellenkezőjét szeretném, hogyha mindenki vidám lenne, és tényleg a jövőbe úgy tekintenénk, hogy mindjárt vége lesz, és elég volt, és most már nem fog ilyen soha többet megtörténni. Ez egy nagyon nehéz időszak itt a Föld nevezetű bolygón is, és remélem, hogy tényleg, amikor ezt nézed, már csak röhögünk ezen az egészen, hogy koronavírus, meg COVID-19, de én magam is rendkívüli módon megsínylettem ezt a betegséget. Most több hónappal a megbetegedésem után előjött egy olyan utózönge, ami rendkívül módon zavar. A húsételeknek az íze ilyen benzinszerűvé változott. Először azt hittem, hogy ez valami arcüreggyulladás, vagy valami más oka van ennek a történetnek, hogy amiatt, és aztán elkezdtem olvasgatni a neten, és kiderült, hogy ez egy tipikus, több hónappal később megjelenő covidos tünet, úgyhogy ne kapjátok el egyáltalán, nem érdemes kipróbálni, inkább az oltásból szerezzétek meg az immunitást, a védettséget a Covid-dal szemben, de ez egy nagyon nehéz történet volt, és mai napig is, hogy zavar, hogy a legfinomabb húsételeket kénytelen vagyok ilyen benzinízűként megenni. Viszont hál' Istennek a vépelésben nem torzulnak az ízek. Itt egészen máshol érzi az ember az ízeket, úgyhogy tehát hál' Istennek ott nem tapasztalok ilyen íztorzulást, tehát ennek a TNT Virginiának ugyanolyan íze van most is, mint amilyen volt néhány héttel ezelőtt, amikor kipróbáltam először, azóta már jól beérett. És a legfontosabb, hogy egy ilyen igazi minőségi élvezetet ad potom pénzért, tehát
A TNT ebben nagyszerű, hogy tényleg egy nem nevezhető egy gagyi gyártónak, nem nevezhető egy tömegcikknek, amit csinálnak. Na jó, ezt abba hagyom, mert a végén még ötleteket adok nekik, hogy drágábban is adhatnák az aromáikat. Szóval nálam ott van a top level-ben. Tehát tényleg én nagyon respektálom az igazán drága és minőségi aromákat is, de hogyha így pontozni kellene, még lehet, hogy a TNT-t jobbnak hoznám ki egyébként, mint ezeket a nagyon hype-olt és általatok is nagyon szeretett, most nem mondok neveket, tényleg minőségi aromákat. Szóval a TNT tudja ugyanazt jóval kevesebbért. És lehet, hogy megszokhattátok már, de általában mindig a végére hagyom a kedvencemet, a Tabacco Extra sorozat is a TNT-től, hát ezzel ér véget. Látjátok, ebben maradt a legkevesebb itt a sok hetes tesztelés után, és már be van keverve egy másik üvegbe az új. Ahogy a Hidalgót rendkívüli módon megszerettem a TNT kínálatából, és egy ilyen mai napig is tényleg nálam egy ilyen kötelező darab, amit mindig megkeverek, amikor mondjuk egy ilyen 10-15 új ízt keverészek. Hát ilyen lett a extra kínálatából a Duke. Nem is tudom, hogy mihez tudnám hasonlítani, de talán van egy Dark Fire nevezetű fantázia, ami a Tobacco Bastards-nak a kínálatában van. Nekem ehhez hasonlít, bár aztán lehet, hogy ez ilyen ízlések és pofonok, és egyáltalán nincsen olyan íze, de az a fajta karakter, inkább így fogalmaznék, az extra, a TNT extrából a gyúk. Ha elolvasod a leírását az Aroma Paradise oldalon, akkor az van odaírva, hogy lágy dohány erős whisky ízzel. Nem tudom. Szerintem ez egy iszonyatosan fűszeres dohány. Én whiskyt nem érzek benne egyáltalán, de hát ez már az én bajom. Marha finom, marha ütős, igazi dohány, tele fűszerességgel, tele izgalommal, egy rendkívül összetett íz, amiről még a gőzlérparaszt sem fogja tudni megállapítani, hogy micsoda. Jó, van benne egy kis alkoholosság, van benne talán ez a nagyon fűszeres whisky, de inkább csak a fűszer, tehát nem annyira a whiskynek az az összetett ízvilága jön elő, hanem csak abból úgy néhány elem, amit kiérzek. Ennek van egyébként a legjobb illata is, hogyha így beleszaglászol, egy ilyen nagyon ütős, nagyon férfias, kicsit olyan férfi parfümös feeling jön elő belőle, tehát egy ilyen igazi maszkulin cuccagyúk. Amit viszont észrevettem, hogy olyan nagyon sokáig nagyon tömény élvezni, tehát egy idő után az ember inkább szeretne leváltani, vagy levált valami lágyabbra, másabbra. Ugyanez a helyzet egyébként a latakiákkal, és ennek a mai műsornak a extra kiadásában még szerepelni fog egy latakia dohány is, mégpedig a Spitfire. De előbb élvezzük ki a gyúkot. Tehát nálam ez lett a legbejövősebb történet, tehát azért ezt is el lehet szívni egész nap, de valószínűleg másnap már más ízt fogsz keresni. De ez durva tolakodós típus, tehát ez nem kertel, ez olyan, hogy ez úgy ledönt mindent ott körülötted, és ő akar egyeduralkodó lenni, tehát egy ilyen igazi kemény aroma. Feltétlenül írjátok meg a videó alá, hogy ha ti próbáltatok TNT aromákat, akkor miket szerettek ezek közül. Hát nagyon sok érdekesség megjelent most így a Aroma Paradise kínálatában és a TNT szintjén is, és jönnek újabb újdonságok is. Én is tervezem, hogy vásárolok a jövőben majd újabb és újabb különlegességeket, amelyeket bemutatok nektek, mert hát eszméletlen a kísérletezési kedv, és annyira örülök annak, hogy szinte versengenek a kegyeinkért a gyártók, és nagyon nagy a piac, és egyre szélesebb a kínálat. Természetesen azért
arra is kíváncsi lennék, hogy ebben a őrült nagy kínálatban ti mely ízek mellett ragadtatok le, és vásároljátok már újra hónapok és hónapok óta. Tehát mi az, ami úgy igazán úgy bekerült a ti palettátokra, és onnan kimozdíthatatlan, még akkor is, hogyha jön egy sokkal jobb, vagy sokkal izgalmasabb darab. Tehát mi lett az, ami hozzátok beköltözött törzs vendégnek? Erre lennék kíváncsi. Szóval írjátok meg feltétlenül, hogy nálatok melyek azok az örök darabok, amelyeket még mindig megkevertek, és még nagyon sajnálnátok, hogyha eltűnne a kínálatból. És akkor az extrák után jöjjön egy, az extráknak az extrája, ami már nem az extra családba tartozik a TNT kínálatában, hanem a net családva. Nagyon jó pofa, hogy ilyen különböző ízkategóriák szerint, minőségi kategóriák szerint, vagy ízlések szerint kategorizálták a termékeket a TNT-nél. A TNT Spitfire az egy nagyon különleges alkotmány. Nem tudom, emlékeztek-e arra, amikor én a Black Note videóban bemutattam az összes ízt, és akkor a végén csináltam egy mixtúrát, hogy összekevertem mindegyiket. Hát a Latakia ott is mindent eluralt. Ezzel kísérleteztek a TNT-nek a szakemberei is most. Tehát ők konkrétan összekeverték a Perik dohányt a valami angol keverékkel, akkor a Latakiát és a Virginiát, és ebből alkották meg a Spitfire-t, amit tudjátok, ez az angol bombázó repülőgép volt, ami aztán elég sokat harcolt a második világháborúba a németek bombázóival szembe, több-kevesebb sikerrel, de végül is aztán az angolok nyerték meg a háborút. Na, úgyhogy Spitfire, van egy ilyen Prodigy szám is, a TNT, meg ugye az AC/DC-nek a nótája. Nagyon rokkosak vagyunk ma, úgy érzem, abszolút mértékben. Hát nem nagyon sikerült a Latakián tompítani. A Perik ugye az egy száraz dohány, a Virginia az egy édes dohány. Tény, hogy nem olyan éles, durva, mint a Black Note-nak a Latakiája. Az aztán tényleg a legcsúnyább alkoholizálások mellé való igazi hamutálízű cucc. Itt is megvan ez a hamutálas ízesség. Aki ezt szereti, az kajálni fogja a Spitfire-t. A kátrányos szurkos. Igen, ez ilyen igazi, jó, vastag ciki papírba betekert cigaretta. Tehát ez a kátrányosság, ez jön le nagyon jól belőle. És mögötte az a sok finom, értékes és különleges aroma miatt a Latakia dohányt már a pipából is nagyon szerettük. Tehát ezek azért minőségi cuccok. Most itt hülyeskedtem ezzel a hamutálas kátrány ízzel, de igazából ez egy nagyon markáns, szintén nagyon férfias, nagyon izmos, nagyon erőteljes ízvilág, amit a Latakiától megkapsz. A Latakia dohányt ugye boróka, bokornak az elfüstölésével füstölik meg, és ezért lesz egy ilyen nagyon különleges, csípősen kesernyés íze, ami szerintem zseniális egy dohánytól, hogy van még egy ilyen extra füstössége benne, tehát hogy először megfüstölik ugye a nedves dohányt, úgy szárítják ki, és ez az extra füstösség még bele költözik, tehát mint a füstölt húsoknak az élvezete, ugye a húsevők számára, azt hiszem, hogy a Latakia is körülbelül egy ilyen fajta extra történet. Csodálkozom is, hogy csak néhány helyen csinálják ezt a dohánnyal. Ugye Cipruson van ennek nagyon nagy keletje, meg ha jól tudom, akkor valahol a közel-keleten, Szíriában. Csodálatos. Szóval nagyon összetett íz lett a Spitfire. Mindenkinek nagyon ajánlom, meg azt is, hogy a többi TNT aromát is próbáljátok ki. Én is még szemezgetek egy-kettővel ezek közül, ami úgy érzem, hogy hiányzik a gyűjteményből, vagy annélkül nem akarok meghalni, hogy azt még ki nem próbáltam, úgyhogy számíthattok a jövőben is, hogy újra robbantunk itt a gőzdérparaszton. És hát nagyon köszönöm, hogy itt vagytok, kitartotok a csatornával, még akkor is, hogyha mostanában viszonylag kevés időm van leülni, videózni, és elnézéseteket kérem, ezek ilyen magánéleti problémákból adódnak, de remélem, hogy ezeken is túl leszünk, és így a tavaszi időszakban már sokkal többször látjátok a gőzlérparasztot is bejelentkezni
Aki még nem iratkozott föl, az most legyen kedves, tegye meg, kattintson a csengettyű ikonra is, hogy értesítést kapjon az új videókról. Nagyon köszönöm a Patreon támogatóknak, hogy kitartanak a Gözdérparaszt csatorna mellett, és köszönöm azoknak, akik ezek után döntenek úgy, hogy támogatni fogják ezt a csatornát, mert találhattok minket a Patreonon is. Kívánok mindenkinek zsíros gőzöket, nagyon finom VP élményeket, és azt, hogy fedezzetek föl ti is minél több ilyen igazi, izgalmas, nagyon karakteres aromát, és hogy szeressétek a dohányos aromákat, és szeressétek az MTL aromákat, mert igazából, amit nagyon-nagyon lehet szeretni, azt igyekszem itt bemutatni ezen a csatornán, ami igazi minőséget képvisel és működőképes. Nem sokára itt a Gözdérparaszton megismerhetitek a Berserkernek az új MTL RTA-ját is. Nemrég érkezett meg a Source Mortal, úgyhogy ezt is be fogom nektek mutatni hamarosan. Én magam is nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit sikerült, milyen ráncfelvarrásokat sikerült egy egyébként egészen jó kazánon elérni, miközben ugye a kettő közötti állapot, ugye az nem igazán sikerült, az 1.5-ös verzió az nem igazán sikerült jól. Na, úgyhogy bízom benne, hogy hamarosan újra találkozunk, és akkor addig is ne felejtsétek el megírni a kommentbe, hogy nálatok melyek azok a dohányos MTL aromák, amelyek ilyen kötelező darabbá váltak, amiből mindig újra rendeltek, amiket nagyon szerettek, és amelyeket semmiképpen sem szeretnétek, hogyha levenne a forgalmazó a kínálatából. Ameddig a földkerek mindig lesznek éperek, élvezétek a legfinomabb ízeket. Sziasztok, és hamarosan találkozunk!